Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Solymosi Tari Emőke vagyok, a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozatának a vezetője. A Keddi Kaleidoszkóp című sorozatunk 2015 óta zajlik, és nagy örömmel jelenthetem be, hogy ez a mostani, ez már a 46. a programban, és kezdetektől Súlyok Miklós művészettörténész, a művészetelméleti tagozat akadémikusa szerkeszti ezt a programot, ő ennek a szakmai felelőse. Idén egy fontos változás van, egy újdonság, egy újítás, ugyanis most fél évente egy közös tematikáról szólnak ezek a pódiumbeszélgetések, amelyeknek a keretében híres művészeket, illetve művészetelméleti szakembereket hívunk meg, hogy beszámoljanak a munkájukról, elsősorban az éppen aktuális feladataikról. Hát most mondhatnám, hogy ennek a fél évnek, de nem mondhatom, mert hogy a világjárvány ezt a fél évet ketté szabta. Szóval eredetileg a 2020 első fél évi programunk, vagy tematikánk, az az olasz-magyar kulturális kapcsolatok jelene lenne, illetve hát mondhatjuk, hogy van is. Ezt elkezdtük ezt a sorozatunkat még februárban dr. Puskás Istvánnal, ő volt akkor a meghívottunk, ő a Római Magyar Akadémiának volt a vezetője és igazgatója, és hát most ősszel tudjuk folytatni ezt az akkor megkezdett sorozatot, amit ugye a veszélyhelyzet sajnos ketté szakított. Most Németh Pál, pécsi szobrászművész, a Pécsi Egyetem docense, a Pécsi Fondéria Művészeti Egyesület elnöke a vendégünk. Hát ő az olasz-magyar kulturális kapcsolatokért nagyon sokat tesz, hiszen a Római Magyar Akadémia kiállításait szervezi, és hát ami nekem egészen fantasztikus, mint muzsikusnak, hogy egy köztéri szobra is áll Rómában. Gondolom, hogy ez egy óriási kitüntetésnek számít, bár elmondta, hogy egy múzeumban is áll még egy másik szobra, de hát erről majd bőven lesz most szó a következő beszélgetésben. Azt hadd mondjam el már előre, hogy november 3-án lesz a vendégünk Csorba László, december 1-én pedig Gianluca Borghese, tehát remélhetőleg decemberben be tudjuk fejezni ezt a 4 pódium beszélgetésből álló sorozatot. Akkor én most nagy szeretettel át is adom a szót Súlyok Miklós akadémikus társamnak, aki ma nem csak mint szakmai felelős van itt, hanem mint a beszélgetés vezetője is. Ő is erősen érintett az olasz-magyar kulturális kapcsolatok építésében. Szép estét kívánok! Köszönöm szépen! Én is üdvözlök mindenkit tisztelettel. Palival tegeződni fogunk, hiszen már jó néhány éve ismerjük egymást. Ez az ismeretség éppen az olasz-magyar kapcsolatok révén született meg kettőnk között, amikor is te egy igazi sakkmesteri húzással elérted, hogy a Római Magyar Akadémia művészeti ösztöndíja, képzőművészeti ösztöndíja ne jusson kátyúba, hanem tovább is működjön, amikor is a különböző gazdasági, illetve adminisztratív nehézségek miatt úgy tűnt, hogy a megszűnés veszélye fenyegeti ezt az ösztöndíjat, akkor te a hihetetlen háttérmunkáddal a Balogh Zoltán miniszter úrnál elérted, hogy ezt tovább működtesse. Tulajdonképpen újra alapították ezt az ösztöndíjat. Ugye te nem a Római Magyar Akadémia alkalmazottjaként, vagy követségi diplomataként, hanem szakemberként, képzőművészként kezdted ezt a kapcsolatépítést, mármint kulturális diplomáciai kapcsolatépítést. Ha jól sejtem, onnan indulhatott ez a te lelkesedésed, hogy 2004-ben megkaptad éppen ezt a képzőművészeti ösztöndíjat. Mondj erről valamit, milyen volt az első római ösztöndíjas élményed, és hogyan tettél lépéseket, amit erről el lehet mondani, hiszen a diplomácia az nem a nyilvánosság terepe, és általában csak 150 év múlva szokott kiderülni, hogy melyik tábornok mit húzott, és a háttérből a szürke eminenciások mit csináltak, de azért, ha beavatsz két-három érdekes részletbe, azt megköszönjük.
Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát Miklós, köszönöm szépen neked, most már sakkmester is vagyok, mert a Miklós egyébként a szürke eminenciás, ez megmaradt, a Miklós ezt ráadásul Rómában egy ösztöndíjas kiállítás megnyitón meg is említette, úgyhogy akkori kedves kollégám Fejérdi András rögtön közölte is velem, hogy engem már csak innentől kezdve eminencia Gridzsának fognak szólítani. De azért nem ennyire, és... Még mielőtt válaszolok erre a kérdésre, mert fogok rá válaszolni, sőt, egy igazából egy külön blokkot szántunk, vagy szántam én is az ösztöndíjas kiállításoknak és az ösztöndíjas mozgalomnak. Bocsáss meg, én a te ösztöndíjas kiállítás. Én tudom, hogy én tudom, hogy arról, csak még egy nagyon gyors bevezető gondolat ehhez. Ennek a beszélgetésnek, hogy Marót is abba azt kért, hogy mondjak két-három szót, valami szókapcsolatot, hogy mi lenne a mottója, és aztán egy dolog ugrott be igazából akkor rögtön, ez a Rómában rómaiul kell élni. Arról szeretnék beszélni, hogy az én római ösztöndíjam valójában Budakeszin kezdődött. A budakeszi plébánián, ahol az én nagyapámnak a testvére, dr. Németh László, volt plébános. Én itt azért kerestem meg 86-ban, mert feljöttem Budapestre rajzot tanulni, a D.S. Huber István képzőművész körben tanultam egyébként, és azzal a kéréssel fordultam hozzá, hogy nem-e ismer véletlenül, vagy ismer-e véletlenül a faluban egy idősebb nénit, aki mondjuk olcsóbban kiad egy szobát nekem. Erre ő azt mondta, hogy ő az a néni, ő kiadja nekem, és lakhattam így 2 évig a budakeszi plébánián, és hogy gyorsan a Rómára dereljem a szót, körülbelül 2 hét telt el, amikor azt mondta, hogy ő egy üzletet szeretne nekem ajánlani. Én nagyon kíváncsian meghallgattam, hogy hát mi is az üzlet. Azt mondta, hogy ha akarom, ő el tudja intézni, hogy én októbertől már Rómában vagyok, és a Belle Artin tanulhatok. Egyetlen egy feltétele van, hogy papnak kell legyek. Tehát rögtön kezdjem el a Collegium Hungaricum Germanicum, ott teológia szakon, és onnan már nagyon egyszerű lesz átmenni a Belle Artira is. Én erre nyilván nemet mondtam akkor, és leginkább azért mondtam rá nemet, mert nem éreztem elhivatást, és rendkívüli módon tisztelem, vagy tiszteltem ezt az embert, és nem csaphattam be. Sokkal később tudatosult bennem, hogy ő is ott tanult, és gyakorlatilag az ugyanaz az épület a Via Giulián, ahova engem már 86-ba ki akart küldeni ilyen módon, és ez így nem működött, aztán a saját utamat sikerült itt megtalálnom. És még egy nagyon fontos útravalót adott ehhez a dologhoz, és ez a mondat, a Rómában rómaiul kell élni. Tehát az ő szájából ez nagyon hitelesen hangzott. Elárulom, a teában rakandó cukor mennyisége kapcsán került elő egyébként ez a mondat. Én, ahogy szoktam, bakoltam, ő pedig mondta nekem, hogy na, itt azért így nem pazarlunk ennyire, és tanuljam meg, hogy Rómában rómaiul kell élni. Ez beégett nekem ez a mondat akkor, és hogy ez mennyire igaz, azt gondolom, hogy talán az összes siker, ami Rómához kapcsolódik, az ebből a mondatból fakad, ennek a megértéséből. És hogyha valaki megérti, hogy Rómában hogyan kell rómaiul élni, akkor működőképesek lesznek a dolgok. Akkor, mikor 2005-ben ösztöndíjasként megérkeztem, az nyilván nem az első római utam volt, nem, körülbelül a harmadik tanulmányutakat, ilyen családi nyaralás szintjén jártam korábban Rómában. Én az első perctől kezdve úgy voltam ott, hogy nem akartam turista lenni egy másodpercig sem. Tehát élni szerettem volna abban a városban. Ott írtam a disszertációmat, beiratkoztam olasz nyelvet tanulni, és megpróbáltam úgy viselkedni, mint aki egyébként ott él. Ráadásul a kiállítások kapcsán is az első kiállítás rendezést a Római Magyar Akadémián, azt Mohási András barátommal, szobrászművésszel közösen készítettük. Nagyon vártuk, hogy Sánta János a gondnok megkérjen minket arra, hogy mi ezt a munkát végezzük el, mert egyrészt megsporultunk fel a néhány nap szállást, amit nem kellett kifizetni, másrészt pedig bekerültünk a konyhába, és hogy a ösztöndíjasnak abban az időben nagyon fontos volt, hogy a konyhával legyen kapcsolata, mert ott aztán mindent kaptunk, miután egyébként Marton Lászlónak a kiállítását rendeztük a Mohási Andrással, elég szép kiállítást csináltunk belőle. Most várjál, még ne ugorjunk előre, mert tulajdonképpen úgy terveztük a beszélgetésünket, és hát végül is ez így logikus is lenne, hogy mielőtt belevágunk az olasz-magyar képzőművészeti kapcsolatok és a
Római Magyar Akadémián végzett munkádba, azért tekintsük át a te szobrászi munkásságodat, hiszen ez nem másodlagos, hanem elsődleges itt a te művészi munkádat. Erről az illusztrációk folyamatosan mennek a mögöttünk levő kivetítőn. Úgy döntöttünk, hogy nem egyenként beszélünk a művekről, vagy az eseményekről, hanem folyamatosan mennek a képek. Ezek között láthatóak voltak az elején a te munkáid is. Mondj két szót a te művészeti vonzalmaidról a magyar művészetben, vagy akár az olasz képzőművészetben. Vonzalmakról? Tehát, hogy milyen előképek, mint olyanok? Számomra Giacometti meghatározó volt azért, az biztos. Véletlenül én is elkövettem egy olyan munkát, lesz is majd ebben a felsorolásban, amire a japán mesterem éppen Kasturiba azt mondta, hogy ez olyan, mint a fiatal Giacometti. Utána néztem, és megtaláltam a Giacomettinek a munkát, és tényleg olyan volt, mert mint amit készítettem, vagy legalábbis hasonló. Kértem a technikus kollégát, hogy álljunk meg ennél a képnél. Ez a kép található, vagy ez a plasztika található Rómában, az ANRP múzeumban, a Via Lapicana 15 alatt. Ez 2015-ben készült, 16-ban állítottuk fel. Ez egy nagyon érdekes múzeum, egyébként olasz hadifoglyoknak állít emléket, nagyon sok tárgyi emlékkel egyébként, és nem csak a művekkel is nyilvánvalóan. Ez egy hosszabb történet lenne elmesélni ennek a koncepcióját, de én életemben igazából felkérésre kettő darab munkát készítettem. Az egyiket Csornavárosának, a másikat pedig Rómába, és mind a kettőben az volt a közös, és számomra így gyönyörű is egyébként, hogy azt mondták, hogy nekik mindegy, hogy mit csináljak, csak én csináljam. Ez a munka is konkrétan így született. Ennek a múzeumnak az igazgatója kért fel egy konferencia után, ahol én egyébként egy másik projektről beszéltem, és azt mondta nekem, hogy ha ő annyiban tudna támogatni engem ebben a dologban, hogy rendel tőlem egy munkát, és mondta, hogy ekkora is lehet. Megmondta, hogy mennyit tud érte fizetni, és neki teljesen mindegy, hogy mi az. Csak csináljam én, és én szeretem ezt a munkát nagyon. Egyébként ennek a műnek az a címe, hogy egy híd vajudása, Gestazione di un ponte, és egy olyan fajta munka, ami nyitható, zárható, azért van itt is két állapota, és ahogy megnyitják ezt az egyébként falaknak, vagy falnak tűnő dolgot, hogy felemelkednek bronzelemek, és így híddá válnak. Ez a gondolat volt nagyon szimpatikus többek között ennek az igazgatónak. És most nyugodtan mehetünk tovább a többi munkákhoz. Én annyit mondanék el róluk, hogy az én mesterem Rétfalvi Sándor szobrászművész volt a képzőművészeti mesteriskolában, majd a doktori iskolában is. Az alapvető ilyen anyagi vonzódás az a fém és az üvegnek a kombinációja. Ez a plasztika később is elő fog kerülni, ez a bizonyos amerigótot emlékmű, ami majd egy másik vetítésben újra előjön, úgyhogy nyugodtan is bátran lapozhatunk. Ez a másik szobor, ez Csordánál a város felkérésére készült, a Millennium idején, és tényleg itt sem volt más megkötés, csak azt, hogy én készítsem. És aztán még néhány, ez egy mesteriskolás mestermunka, és még aztán jönni fognak itt kis plasztikák, szerintem egész bátran lehet lapozgatni őket, egy emlékműtervek. Sok mindennel foglalkoztam. Színházi munkák is szerepelnek ebben, érmek, díjak. Igen. Amit közös vonásnak látok ezekben a művekben, az anyagszerűség. Ugye a mai képzőművészetben az anyaggal való bánás, ahogyan a festészetben a hagyományos műfajok, egy része a teljes képzőművészeti produkciónak, hiszen a konceptualizmus olyan fokig átalakította a képzőművészetet, hogy ma is az alkotók nagy része koncepteket gyárt, amik többnyire művek és anyag nélkül működnek. A másik, ami még a mai képzőművészetre jellemző, az, hogy a térbeliséget, az időbeliségre helyeződött a hangsúly, vagyis filmszerű elemek, időben kibomló művek vették át a hagyományos plasztika szerepét. A te művészeted azonban, és talán nem is véletlen így a Rómához való vonzódásod, ilyen értemben a klasszikus művészethez való vonzódást jelent. Tehát ha én így gondoltam ezt a vonzalom szót, tehát hogy az anyaggal való dolgozás, az anyagból kibontani az eszmét, illetve a tartósággal való
játék, hogy úgy mondjam. Tehát az itt a bronz, az egyik legklasszikusabb szobrászati technika, és ha valami, akkor a tartóság, az időben való tartóság a jellemzőre. De most nem veszem át a szerepet helyetted, már hogy beszéljek, hanem miután így most akkor láttuk, illetve látta a közönség a munkáidat, akkor áttérhetünk arra, hogy hogyan is volt azzal a bizonyos Római Magyar Akadémia ösztöndíjának az újra alapításával, amit Balogh miniszter úr ilyen nagyszerűen oldott meg, hogy nem azt mondta, hogy ja, most elfelejtettük az ösztöndíjat, és most akkor folytatjuk tovább, hanem azt mondta, hogy akkor újra alapítjuk, és innentől kezdve jelentősen jobb pénzügyi kondíciókkal újraindította. A pénzügyi kondíció nem annyira lényegtelen az ösztöndíjaknál, és nem az anyagiasságról van szó, hanem arról, hogy a korábbi ösztöndíj, az olasz-magyar államközi ösztöndíj, az rendkívül alacsony volt évtizedeken keresztül. Én még 1980-as években jártam ilyen ösztöndíjjal, mármint olasz-magyar államközi ösztöndíjjal. Rómában annyira kevés volt, hogy nem, szinte enni nem lehetett belőle, és ez azóta is azon a szinten maradt. És én nagyon jól tudom, hogy a 2000-es évek elején is ugyanolyan alacsony volt, tehát gyakorlatilag nem volt, az állam részéről szinte már megalázó volt, hogy olyan kevés pénzt ad a magyar állampolgároknak, hogy menjetek ki és dolgozzatok. És Balogh miniszter úr tudta ezt megoldani, hogy legyen egy valóságos javadalmazás, ebből sem lehet semmi különset csinálni Rómában, de azért meg lehet élni. Azon kívül az akadémián az akkor éppen sokat szor felújított helységekben lehetett folytatni az ottani lakást. Tehát, hogy Balogh Zoltán, Révész Mária, az ő kabinetfőnöke voltak a főszereplői ennek a történetnek, hát, aminek te voltál a mozgatója. Azért Molnár Antal. Tehát így semmiképpen se hagynám ki Molnár Antal nevét, ebből, aki akkor a Római Magyar Akadémia igazgatója volt. Aki történész, és egyháztörténész, igen, de ettől függetlenül lelkes támogatója volt ennek a program megmentésének gyakorlatilag, tehát ő tényleg nem szabad kihagyni ebből a sorból. Na hát nem tudom, hogy ezt hol kezdjük. Most azt gondolom, hogy ha ez leárt, akkor ugorjunk a diákülést, nézzük meg a hármast kivételesen, tehát a ösztöndíjas kiállításokról szóló ilyen kis összefoglalót. Valóban az történt, és alapvetően a hiba, az adminisztrációs hiba az a Magyar Képzésipari Lektorátus megszüntetésénél kezdődött talán. Ugyanis mindig is ez a társaság kezelte a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíját. Miklós, köszönöm szépen, hogy megerősítetted, hogy tényleg fontos volt bejutni a konyhába, mert tényleg kevés volt akkor az a pénz, és így lehetett tenni valamit. Egyszerűen elfejtették meghirdetni, én nyilván tudtam az ösztöndíjról, akkor elkezdtük keresni, hogy Révész Máriával egyébként közösen, és hát hosszú idő volt, sok-sok beszélgetés, tárgyalás, és finom sakmesteri munka, vagy hogy mondtad, így a háttérből, hol az Antal, hol én. Volt egy pontja, amikor úgy tűnt, hogy talán nem sikerül ezt a dolgot megmenteni, akkor én erélyesebben léptem fel Révész Máriával, aki viszont tényleg mindent megtett, és a mai napig szívügye egyébként Róma, és az utolsó pillanatban sikerült Balogh miniszter úrnál keresztül vinnie a Római Magyar Akadémia ösztöndíjának újraalapítását. Gyakorlatilag maga, hogy újra alapítsuk, ez nem az én gondolatom volt, hanem közös okoskodás. Azt gondolom, hogy talán a Mária nagyobb politikus, mint én, sőt, biztos, hogy nagyobb politikus, mint én ebben a dologban, de tény, hogy én írtam a szöveget. Tehát, hogy egyébként aztán megszületett egy szöveg, amit átdolgoztunk, és ami meg külön öröm a Római Magyar Akadémia ösztöndíjával kapcsolatosan, hogy ez tényleg a helyére került. Anyagi értelemben is a helyére került. Most ez a legerősebb magyar ösztöndíj, azt gondolom, amit meg lehet kapni egy képzőművésznek. Össze nem lehet hasonlítani, nem kell kiállítást építeni, meg konyhába járni, amúgy sem működik már a konyha. Hogy meg lehessen élni belőle, lehet egy rangos ösztöndíj. Ugyanakkor ez mindig is nagyon rangos ösztöndíj volt. Nem volt véletlen, hogy a magyar képzőművészek csak egyszer kaphatnák meg ezt az ösztöndíjat. Én megmondom őszintén, 2005-ben, amikor én kim voltam, ugye 2004-ben kaptam meg, nem tudtam, hogy miért kaptam meg.
Tehát nagyon meglepődtem rajta, hogy megkaptam az esélytelenek. Azért kaptam meg, mert a zsűri úgy gondolta. Én ebben a zsűriben benne vagyok 1994 óta. De csak dicsérni akartam a zsűrit, mert senkit nem ismertem ebből a zsűriből. Tehát igen, tényleg egyáltalán... Mi sem ismertük egymást, de ez onnan ered, hogy a 1994-ben a képzőnösszeti, az akkori Kulturális Minisztérium képzőnösszeti osztályán volt egy Boros Géza nevű művészettörténész, aki egyébként köztéri szobrászattal foglalkozik, aki kitalálta azt, hogy hogy lehet létrehozni egy olyan értékelési rendszert, amiben a zsűri tagjai bekiabálásos alapon nem vihetik be a barátaikat. Uh-huh. Ugyanis a szocializmus alatt úgy működött a dolog, hogy összeültek az elvtársak, és benn volt a kis elvtárs, nagy elvtárs, szabó elvtárs, gazdát, és mindenki mondta, hogy én a Pistikét szeretném, én meg a Zsuzsikát, na te kit szeretnél, ezt mindenki bejutott a saját gyerekét. Ezt mindenki tudja, ezzel nem mondtam el semmit arról, hogy ez így működött a szocializmus alatt. Remélem, ma már ez nem fordult elő egyáltalán. És a Boros Géza kidolgozott egy olyan rendszert, ami egy pontrendszer volt. Nem mondom el, mert a technikai kérdés, de nem lehetett megcsinálni, hogy betegyem én, vagy bármelyik, azóta se lehet. Tehát én nem tudom kijuttatni, ha akarok, benne vagyok ebben a zsűriben, nem tudom kijuttatni az embermet, mert egy olyan értékelési rendszer van, pontrendszer, amiből nem lehet megcsinálni, hogy direkt betegye egyik vagy másik az ember az ő kedvencét. Ebből következik, hogy akik megkapják az ösztöndíjat, azok nem egy ember kedvencei, hanem annak az öt szakembernek, akkor öt ember volt. Igen. Volt benne festő, szobrász, grafikus, művészettörténész és a Római Magyar Akadémiáról egy ember. Azóta ez még kibővült, ugye, igen, olaszországi szakemberre. Ezt a szikort én fokoztam. Így van. Ezt a szikort én fokoztam, mert én két olasz, egy művészt és egy művészetkurátort, művészettörténész kurátort is hozzátettem ehhez a zsűrihez, hogy végképp ne lehessen, ez egy félig meddig. Úgyhogy szerintem azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon demokratikusan működő elbírálás. Meg hát józanul működik, tehát jó. A Római Magyar Akadémia ösztöndiáról azt még el kell mondani, hogy ugye ez a Római Magyar Akadémia létének az egyik alapja volt, amikor Klebersberg Kuno megvásárolta 1927-ben a 27. Római Magyar Akadémia épületét, és a Fraknói Vilmos által 1890-es évek végén alapított Római Magyar Egyházi Intézetet bevitte ebbe a palotába, és azt mondta, hogy akkor mostantól ez legyen egy művészeti ösztöndíj, amire alakult, illetve amiből kialakult a 30-as években a úgynevezett római iskola, a Magyar Festészet Római Iskola nevű hagyománya, amelynek a akkori mentora ugye Gerevics Tibor művészettörténész volt, és olyan nevek szerepeltek benne, mint mondjuk abban Novák Vilmos. Tehát aki a Római Magyar Akadémia ösztöndíjáról, művészeti ösztöndíjáról beszél, az egyik fő, az akadémia lét okának az egyik fő tényezőről, az egyik fő tényezőről beszélt. Úgyhogy ezért volt különösen fontos, hogy ezt ti megcsináltátok, nem csak pusztán azért, mert én kortárs képzőművészettel foglalkozom, és akkor a szívem a képzőművészek felé húz, hanem azért, mert ez ennek az intézménynek ez egy fő mozgatórugója volt. Ez mondjuk Bécsben, vagy Párizsban, vagy más városban, a magyar külföldi intézetekben másképp volt, de Rómában ez egy fontos tényező volt. Na most akkor ezt igen, ez az ösztöndíj gyakorlatilag így valóban a római iskolának a hagyatéka. Ennyi maradt belőle, az egykori 3-4 évből gyakorlatilag már a 1 hónap, 2 hónap, még mert 2005-ben is egyébként 2 hónap volt, aztán én szépen így menet közben fogyott el. Tehát gyakorlatilag tényleg azt lehet mondani, hogy az egyik alappillére volt a Római Magyar Akadémia működésének az ösztöndíjas mozgalom, és különösen a képzőművészeti, a másik pedig nyilván a kutató, a történész vonal. Hogyne, kutatási vonal. Ami az mellé aztán nyilván az irodalmárok is csatlakoztak. És az igazgatók azok ezt a tudományvonalat képviselik, mert mindig történész, filozófus, irodalmár, ilyesmi igazgatók voltak az akadémián. Tehát te Molnár Antal alatt kezdted el a tevékenységedet, akivel egy csodája, meg tudtatok állapodni arról, hogy akkor te, mint külsős kurátor gondozod ugye az akadémia programját. Kezded el gondozni, hogyan indult ez akkor. A Molnár Antalos rész az ez, ugye? Ez nem, ez most az ösztöndíjas kiállítások, azóta készült ösztöndíjas kiállításoknak az anyagait láttuk. Tehát minden évben kiállítjuk egyszer, kiállította az akadémia. Egy beszámoló kiállítás formájában Rómában. Beszámoló.
hogy ez hogy indult, és akkor konkrétan a Molnár Antal megelőzi ezt a Kovács Péterrel való együttműködésem, igazából az Amerigo Tutt emlékmű kapcsán, de akkor gyakorlatilag azt majd kicsit később veszük. Akkor a Molnár Antal, igen, és már itt van Antal is rögtön. Igen, ő az igazgató, hogyha... Igen, mellette pedig a Giovanna Martinelli és a Francesca Pietracci, akik a kuratóriumnak a tagjai. Molnár Antallal én 2011 nyarán abszolút véletlenül találkoztam Rómában, és leültünk beszélgetni, egy 3,5 órás beszélgetés volt. Igen, Kovács Péter bemutatott előzőleg, ugye felállítottuk az Amerigo Tutt emlékművet, amit nyugodtan mondhatom, Péter nem fog megszidni érte, hiszen máskor is nyilatkozta már ezt a dolgot, hogy az ő utolsó 4 évének a legnagyobb eseménye volt ez a köztéri szobornak a felállítása, tehát azt gondolom, hogy a Péter is büszke volt erre a munkára. És már nem tudom pontosan, hogy miért vagy hogyan mondtam el neki, hogy én hogy képzelném, hogy ha én csinálhatnám, hogy hogyan működjön az akadémiának ez a vonulata. De elmondtam neki 3,5 órában, és aztán egyébként rögtön hozzá is tenném, hogy semmi eredeti gondolat nem volt abban, amit én mondtam. Korábbi igazgatóknak a véleményét, Csorba László, Kovács Péter, tehát mindenkinek eszébe jutott. Valamilyen szinten mindenki meg is tette egyébként a maga módján, de senki nem merte igazán meglépni azt, hogy a magyar művészeket az olasz művészeken keresztül mutassa be Rómába. És annak a felfutásnak, ami elindult 2011-ben, 11-től, gyakorlatilag ugye 2020. januárja nagyjából az utolsó olyan kiállítás, amiről, illetve most a tiétek, de még mindig. Tehát, hogy akkor szeptember. A mostani évnyitó, de nem, a mostani évnyitó még mindig tartja magát, az nagyon sokan voltak, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nagyon sokan voltak az évnyitó kiállításon is. Az MMA kiállítás volt. Így van. Tehát egyszerűen, hogyha azt teszem, mint mondjuk a Római Magyar Akadémia galériájának a kurátora, hogy körülnézek a római művészvilágban, megnézem, hogy ott milyen művészek, milyen művekkel, aztán megnézem a magyar felhozatalt, és megnézem, hogy kit kivel tudok párosítani ebben a dologban, akkor elindul egy dupla jellegű folyamat, mert egyrészt elindul egy folyamat a művészek között, egy párbeszéd, amiből kapcsolatok, későbbi együttműködések lehetségesek, és egyben elindul egy közönségnek a bevonása is, mert ugye minden művésznek megvannak a barátai, az ismerősei, a kritikusai, és elhozza a maga körét erre a dologra, és minél több körből, minél szélesebben válogatunk, annál több ember vonódik be, és köteleződik is el egy picikét a Római Magyar Akadémia irányában. Ráadásul azt is látják azonnal, hogy nem lehetetlen egyébként kiállítani a Római Magyar Akadémián. Nagyon sokan voltak, akik így megkerestek, ezeket én mindig megjegyeztem, fölírtam, eltettem az anyagokat, és mihelyt volt olyan lehetőség, hogy valakivel tudtuk párosítani, akkor párosítottuk. A Molnár Antal, vagy Molnár Antal igazgató úrnak az óriási erénye ebben a történetben, hogy ezt rám merte bízni. Tehát, hogy ő is úgy gondolta, hogy ez egy járható út lehet, ez a dolog. Nyilván ő mindenre rajta tartott egyébként a szemét, és mindent ellenőrzött. Olyan nem mehetett volna, amiről azt mondja, hogy nem. Ő is hozott javaslatokat, de ezt a vonalat is maximálisan engedte működni, és látta, hogy működik. Egészen extrém példát tudnék mondani. Emlékszem, Antallal kint álltunk a Via Giulián az épület előtt, pont egy ösztöndíjas megnyitó, 7:30 körül, 7:30, senki, de még az utcán sem, autó sem.
teljesen kihalt a város, akkor játszották az olaszok a világbajnoki meccsüket, mert én nem tudom, hogy kivel. Akkor fogtuk a fejünket, hogy hogy lehetünk mi ekkora marhák, hogy erre a napra, amikor az olaszok játszanak, de hát nyilván nem akkor találtuk ki azt, hanem egy évvel ezelőtt, hogy nem lehet mit csinálni. Az olaszok 19 óra 35 percre kikaptak egyébként, és 50-re már 60 ember volt a Római Magyar Akadémián, akik rögtön dobtak mindent, és tehát úgy eljöttek. És pedig azt gondoltuk, hogy na, ez lesz a mélypontja ez a nap, és azt gondoltuk, hogy hát jó, a focira. Na, ha már a focival is konkurálni tudtatok volna, az volna, de hát azért azt nem, a focival nem tudtunk konkurálni, de ez megesett. Igen, tehát igazából így kezdődött, ebből a fajta dologból kezdődött, és ez a gondolat táplálta egyébként végig, hogy folyamatos külső kapcsolatokat kell ápolni az olasz művészekkel, az olasz közönséggel, és akkor megtörténik az a csoda, hogy tényleg rengetegen lesznek a Római Magyar Akadémián. Hát nem egy olyan kiállítás megnyitóról tudok beszámolni itt, ahol 200-300 ember megjelent egy este, és tömegek voltak. Az egyik út volt a Molnár Antallal, amit kitaláltunk, hogy a nyitás az olaszok felé, a másik pedig egy pont ezzel a korábban mutatott képekkel egy országos pályázat a magyar művészek felé. Ez a Hungarikonok kapcsán jött létre egyébként, ami egy olyan pályázat volt, amit a Római Magyar Akadémia írt ki. A díjazottjai a következő évben önálló kiállítási lehetőséget kaptak, és nyilván meghívást arra az egy hétre, amíg épül a kiállítás, illetve a megnyitó idejére. Illetve azt kell még elmondani emellett, hogy a magyarországi visszacsatolása ugye nem csak a pályázatok formájában, tehát ugye a művészeknek való lehetőségek formájában, de abban is, hogy a mindenkor Rómában tartott beszámoló kiállítás, az ösztöndíjasok beszámoló kiállítása Molnár Antal kapcsolatai révén jutott a Párbeszéd házába Budapestre. Igen, ez is egy fontos mozdulat, egy visszacsatolás, és innentől kezdve is bemutatják azóta. Így is kezeltük ezt a dolgot, hogy van egy kötelező értelemben vett beszámoló kiállítás Rómában is, van egy kötelező értelemben vett beszámoló kiállítás Budapesten, amiatt is, hogy egyébként a magyar közönség is láthassa, hogy ez mi történik. Ez egy nagyon nagy húzás, valóban, hogy ilyen óriásan fejlem ki magam, tehát ez egy fontos koncepcionális elem, és egy igazi kapcsolatépítés. Ugyanis a Rómába menő magyar ösztöndíjasokat a saját hazájukba is bemutatjátok, ami nem olyan nyilvánvaló, mert a magyarországi közvélemény nem sokat tud arról, hogy az ott, hogy a külföldön dolgozó magyar ösztöndíjasokról. És ezért sokszor azt gondolják, hogy vagy nincs is ilyen, vagy pedig valami haszontalan dolog, mert kimennek a művészek, ott isznak három kapucsinot, aztán hazajönnek. Közben nem erről van szó, arról van szó, hogy igenis van értelme az ösztöndíjnak, hatással van az ő munkásságukra, lehet látni, és itthon is bemutatja. És hogy ebben a jezsuita művöldési házban kerül erre sor, annak szintén kettős értelme van. Egyrészt az, hogy a katolikus egyház, mint a Római Magyar Akadémia épületében működő ugye egyházi intézmény, az Magyarországon is részt vesz a képzőművészet bemutatásában, a kortárs képzőművészetében. Azon kívül pedig ebben a bizonyos Horánszky utcai párbeszédházában olyan fajta nyitott művelési házat működtetnek a jezsuiták, ami sokkal nyitottabb, mint számos civil művelési ház. Tehát elképesztő jó és nyitott és aktuális szellemisége van. Úgyhogy ezért tényleg egy örvendetes lépés, hogy ezt el tudtátok még itthon is érni, éppen a Molnár Antal révén. Ugye itt ez a pár címszó, amit feljegyeztél, a Molnár Antal ideje alatt zajló tevékenységedről, ez nem olvasom föl, hiszen hát nevek szerepelnek benne sokszor, de kiemelem ezt az érdekességet, hogy a római arisztokráciát itt megemlített. A római arisztokráciát is sikerült bevonnotok? Igen, az előbb futottunk át, talán feltűnt a közönségnek Innocenzo Odescalchi kiállításán, aki hát a Odescalchi, híres Odescalchi családnak a leszármazottja. Gyakorlatilag a Római Magyar Akadémia épülete, a Palazzo Falconieri az egykoron egyébként az Odescalchi család birtokában is volt. Igen.
és utána nem azonnal a fákon nyírik vették meg, mert előtte még a szomszédban lévők. A fárnézék, igen, és tőlük, de igazából a Gercsi család után a legkomolyabb átépítést a Todeszkákék végezték, és igen, Francesca Pietrasin keresztül sikerült megismerni Innocenzo Odescalcit, akinek rendeztünk egy kiállítást, pont egyébként így a palota kapcsán egy önálló kiállítást. Aztán így valóban, tehát a római arisztokráciát is elértük gyakorlatilag Hadd mondjak el egy anekdotát ezzel kapcsolatban. Amikor én dolgoztam Rómában, a Magyar Akadémián, talán ezt az elején el kellett volna mondanom a film kedvéért, hogy én 93 és 98 között dolgoztam Rómában a Magyar Akadémián művészeti titkárként, és akkor kezdődött el ennek a galériának a működtetése egyébként a földszinten. Ezt nekem kellett volna elmondani, mert te is szakmester vagy. Valóságos galériaként. Tehát 93-ban bejött egy idős házas pár, benézett ott a kapun, ugye Rómában ez a szokás, hogy a turisták sétálnak, és meglátnak egy szép palotát, annak egy szép bejáratát, akkor bennek is megnézik. És bejött egy idős házas, egy idős néni, aki erősen nézegetett, és megkezdtük, hogy milyen érdekes, hogy így érdeklődik ez iránt, és mondta, hogy hát ő itt élt kiskorában. Mondtuk, hogy tényleg, mennyire kiskorában? Hát mondta, 1940-ben. Tényleg? És a lényeg az, hogy a néni elmesélte, hogy ő az a Palazzo Falconieri utolsó gondnokának a lánya, aki egy odeszkalki leszármazottnak a valami oldalági leszármazottja, és egyébként a Bracsánói odeszkalki palotában laktak. Tehát vannak ilyen kapcsolatok az épület. Ugye ez 1993-ban volt a néni, aki akkor már 80-valány éves volt, minden bizonyal már nem él, de ő még tartotta ezt a kapcsolatot, hogy bejött megnézni, mikor Rómába járt, hogy na mi van a Magyar Akadémia épületében. Hát na jó, zárója bezárva. Tehát a római arisztokrácia is megvolt, illetve elmondtuk, hogy hogyan sikerült a Magyarországra visszahozott kiállításokat is szerepeltetni. Mi a következő lépése ennek? Talán éppen a te köztéri szobrod, ez a bizonyos. Ugye most visszalépünk időben. Visszalépünk időben, igen. De fontosságban talán ide tartozik, hogy az egyik legfontosabb eseménye lehetett az igazgató munkásságnak és meg a tiédnek is, mert azt azért tudjuk, hogy a Római Magyar Akadémia igazgatói, azok igyekeztek mindig valami nyomot hagyni Rómában. Például Csorba László vadul szervezte azt, és el is érte, hogy jó néhány emléktáblát, emlékművet és egyebet avatott szanaszét Olaszországban magyar, az ottani magyar jelenlétre rámutatva. Tehát ez egy kulturális diplomáciai eszköz és cél is, hogy hozzunk létre abban az országban olyan helyeket, amelyek a magyar jelenlétre mutatnak rá. Ha megtaláltak egy Mátyás király említést, mit tudom én, hol Nápoly mellett, akkor gyorsan tettek egy emléktáblát a falra, hogy itt Mátyás királynak a lovásza, nem tudom, micsoda. De ez a helybelieknek jelent valamit, mert a történelmi kapcsolatokat tartja. És ahogy Csorba László, nem tudom fejből a számot, de szóval tudhatnyi ilyen emléket helyezett el Itáliában a működés alatt. Ugyanígy ez is egy rendkívül fontos dolog, hogy a modern olasz-magyar kapcsolatokat Amerigo Tóth révén ti így meg tudtátok örökíteni Rómában. Igen, akkor most szeretném, hogyha a Fondéria Egyesületnek a... Ez a történet 2005-ben kezdődik el, akkor, amikor én ösztöndíjas vagyok, és az ösztöndíjas időszakom alatt ismertem meg egyébként Giovanna Martinellit és Ninit, Pasqualini Santorót, aki akkor ilyen 60 és 70 között lévő, egyébként nagyon jó nevű, Rómában abszolút ismert szobrászművész volt. Én nagyon jó barátságba keveredtem velük, és itt álljunk meg ennél a képnél, ha lehet. És el is jöttek olyan szinten, hogy eljöttek hozzánk a nyáron egy művésztelepre, Pécsre, ahol éppen egy olyan fajta traumát élt meg ez a műhely, ahol én dolgoztam egyébként, vagy dolgozom a mai napig. Ez egy újvári öntöde névre hallgató hely, egy egykori ipari öntéssel foglalkozó embernek az öntödéje, aki nem egyszerűen csak ipari öntéssel foglalkozott, hanem ugye szintén már korábban említett Rétfalvi Sándor és Amerigo Tóth jóvoltából
művészeti öntéssel is elkezdtek foglalkozni. 1980-ban hívott meg Amerigótól 12 magyar művészt és bronzöntéssel foglalkozó kollégát Rómába, és elvitte őket Francesco Bruni mesternek a műhelyébe, azzal a céllal, hogy megtanítsa nekik a viaszfeszejtéses bronzöntésnek a technikáját, azt a technikát, amit egyébként Benvenuto Cellini dolgozott ki, és dolgozott a tökélyre. Ezért voltak itt. A Rézfalvi mesternek ott volt az újvári öntöde, tehát nagyon fontos volt, hogy egyszerű volt, hogy rögtön ki is lehetett próbálni. Idős Újvári Antal, ő rögtön segítőkétet is nyújtott, és Amerigót személyesen járt egyébként a műhelyben, és állította be az utolsó fázisait ennek a technikai jellegű ügynek. 2005-ben viszont bizonyos értelemben elveszítettük ennek a műhelynek a felét, ennek finanszírozási okai voltak, ráadásul mivel össze kellett húzni magunkat kisebb helyre, ezért a kortárs magyar szobrászatnak a 90%-a végezte a kukában. Ez csak idézőjeles mondat volt, azokat a negatívokat kellett kidobni, amiket egykoron ugye itt öntöttek, híres magyar művészeknek a munkáiról beszélünk. Én nekem vérzett a szívem, de mondta a mester, és mondta Éva néni is, aki a tulajdonosa volt akkor már a helynek, hogy ne aggódjak, úgysem önthetünk belőle többet, ezek csak negatívok. De akkor is döbbenetes volt egy egész konténernyi negatívot látni, ami a kortárs magyar szobrászatnak azért az egyik nagyszerűbb műve, Kígyó Sándortól kezdve, lehetne emlegetni még, hogy kit, de azt elengedtem ezt a dolgot, és ebből az indítatásból jött létre az a gondolat, hogy jó, hozzunk létre egy egyesületet, ami majd megpróbálja megkeresni a finanszírozási lehetőségeit ennek a helynek, és így jött létre a Fondéria Egyesület, és mivel a két olasz kollega is ott volt, ezért ők kérdezték, hogy csatlakozhatnak-e, mondtuk, hogy persze csatlakozzanak, úgyhogy rögtön olasz-magyar nemzetközi egyesületté vált, sőt, az olasz kritikusok, Pasquale Nini Santoro jó voltából sokkal hamarabb tudtak róla, hogy már létezik egy ilyen művészeti társaság Magyarországon, mint hogy a magyar hatóságok bejegyezték volna egyébként azt, ő már rögtön adta le a híreket. A sor Lászlóval beszélgettem 2006-7 magasságában pontosabban, amikor már ez az egyesület működött, és valami római út kapcsán, és megkérdeztem tőle, hogy látja arra lehetőséget, hogy esetleg egy kollektív kiállítás, mint olasz-magyar egyesület az akadémián esetleg megtehetjük. Ő mondta, hogy igen, persze szerint ez egy teljesen jó ötlet, csak azt nem mondta, hogy már nem lesz igazgató. És így került aztán a Kovács Péterhez ez a kérdés talán egy évvel később. A Kovács Péter pedig nagyon nyitott volt ebben a kérdésben, azt szabta meg feltételként, hogy jó, de akkor ez valami nagy durranás legyen. És akkor ezt a Bianca Nota eseményére, a Szetek Éjszakája eseményére szeretné, hogyha megrendeznénk. Itt korábban látszott egy felkérő dokumentum, egyébként ebben is szerepel a Bianca Nota kifejezés. És hát én visszajöttem és gondolkodtam ezen a bizonyos dolgon, hogy akkor mit lehetne, és mivel nagyon közel volt Amerigótnak a 100. születés napja, ezért egy hián 100 lett ennek a projektnek a neve, és arról szólt, talán nem biztos, hogy nagyon szakmailag bele kellene menni, de a lényeg, hogy 11 szobrászművész közös munkájáról beszélünk, aminek az alapját egy Amerigo Tot mű adja. És az Amerigo Tot művet egyébként mint egy vázként használjuk ebben a plasztikában. Az egyik híres munkáját, az a Gemelli Spaziali nevű munkáját rajzoltuk meg térben. Korábban itt van ez a bizonyos váz, tehát ez egy Amerigo Tot szobornak a téri rajza, és ezt a vázat használtuk annak a váznak, amire a mindenkori szobrász az agyagot építi fel, és úgy dolgoztunk benne, mint a szürrealista költők és festők, hogy egyik elkezdi, a másik folytatja.
Most Rétfalvi Sándor kezdte, rögtön egy akkora méretű bronzelemmel ott alul, hogy láttam, hogy az a koncepció, amit én akartam, hogy ezt bevisszük a Római Magyar Akadémiára, nem fog működni. Ebből egy köztéri plasztika lesz, illetve az adja még ennek a szobornak az izgalmát, hogy minden egyes részlete, a művészek keze által kikerült részletet meg tudtuk ismételni, hiszen viasszal dolgozunk, és a kis plasztikák, amik itt korábban látszottak, azok a nagy szobor egy-egy átirata, tehát képviselik. Ezt a szobrot 2008-ban mutattuk be Pécsett, és 2008-ban ugyanabban az időben tartottuk meg az a kis plasztikákból, és az eredeti váz köré szervezett installációból, ami viszont Bodonyi József munkáját dicsérő, egy három képre komponált filmet vetítettünk az akadémia középső termében, és a vázat kiállítottuk, illetve az első két teremben pedig a kis plasztikák szerepeltek, és akkor sikerült odahívni Umberto Croppi nevű római önkormányzat egyik kulturális vezetőjét, és neki ezt a szobrot ott ünnepésen felajánlottuk, méghozzá nyilván annak okán, hogy azt gondoljuk, hogy ha egy emlékművet felállítunk Rómában Amerigót ott emlékére, akkor azzal valamit talán igyekszünk tenni azért, hogy ne felejtődjék el Amerigót ott neve Rómában sem. És megtettük ezt a felajánlást, aztán nem történt semmi ezzel a dologgal kapcsolatban. Ünnepélyesen átvette, megköszönte, és elment, és néma csönd volt. Aztán kiderült, hogy köztem és Silvio Berlusconi között csak 4 lépés van. Teljesen véletlenül derült ki egyébként, hogy 4 lépés van. Köztem egy nagyon kedves tanítványom, akkori tanítványom az egyetemen boldogan számolt be nekem arról, hogy neki van egy olasz barátnője, volt is kint náluk, és jönni is fog ez a kislány majd Pécsre, és hogy egyébként az anyukája pedig a Silvio Berlusconinak a személyi titkárnője. És hogy én akarok-e találkozni velem, majd amikor ő jön, hát persze találkozzunk. És találkoztunk, én azért annyira voltam okos, hogy kinyomtattam a teljes projektet egy szépen megszerkesztett katalógusban, elvittem a két kislányt fagyizni, és megkértem az olasz kislányt, hogy anyukának ezt adja oda. Hazament, anyukának odaadta, nyilván nem volt soha a Berlusconi előtt ez az anyag, de szerintem az édesanyja tudta, hogy hova kell küldeni. Ez nyáron történt, szeptemberben hívott a Péter, hogy ő nem érti, mi történt, de most kereste az önkormányzat, hogy kérik a szobor műszaki adatait. Mármint a római. A római önkormányzat kereste, hogy kérik a szobor műszaki adatait, utána pedig ugye a helyszínt, aztán a helyszínbejárás, és végül is egy nagyon szép helyen, a Csentocsele negyedben, egy parkban, egy szoborparkban kapott helyet ez a munka, és végül is 2009 lett volna a 100. évforduló, 2008-ban volt a kiállítás, és 2010-ben tudtuk felállítani, ami egybeesik ugye a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programmal, úgyhogy a szobor környékén el is helyeztünk egy pécsi aknafedlapot. Úgyhogy ennek a szobornak a talapzatárban egy pécsi aknafedlap beépítésre került. Egyébként szerettünk volna ezt a szobort megismételni Pécset is egy római aknafedlappal. Nem mondom, hogy a kettő között ilyen csőrendszerben meg tudjuk oldani az utazást, de nem lenne rossz. Az majd egy következő projekt lesz, hogyha így megvalósulhat. Életem legviccesebb eseménye volt ez, azt gondolom, ugyanis engem olaszról fordítottak magyarra. Pedig akkor én még nem is tudtam annyira jól olaszul, sőt. De azt gondoltam, hogy mégis gesztus, hogyha más nem hát olvasva a szöveget, de hogy olaszul szólalok meg, és Balla Orsolya, a tudományos titkár, itt mögöttem a papírra, a kezében is Kovács Péter, fordított olaszról magyarra a jelenlévő magyar vendégek számára. Kiváló, is. Igen, ez nagyon jó történet. Ugye azt tudni kell, hogy Rómában műalkotást vinni az annyi, mint a tengerbe vizet hordani, de ennek ellenére a római önkormányzat számon tartja azokat a külföldi művészeket, bár mondom, Dunát lehet rögeszteni, mégis számon tartják azokat a külföldi művészeket, akik eljönnek Rómába dolgozni, különösen a modern korban. Vannak Rómában múzeumaik a 19. századi különböző külföldi művészeknek, akik ott dolgoztak, és később
híresek lettek. Így tehát látszólag flegmatikusak a rómaiak, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy miért jönnek oda az a sok ember, mert úgyis mindenki oda megy előbb-utóbb. Tehát semmit sem kell tenniük. De amikor aztán van egy alkalom, és valaki ezt felismeri az önkormányzatban, akkor megcsinálják ezt. És ilyen módon találkozik tényleg a modern olasz és a magyar művészet. Nem véletlen, hogy Amerigo Tóth alakjában, aki maga is a klasszikus művészeti műfajhoz, a bronz és a kő szobrászatban dolgozott. Újabb anekdota az én időmből, római Amerigo Tóthval kapcsolatban betelefonáltak a Római Magyar Akadémiára ismeretlenek, hogy Róma mellett Frascatiban az egyik kertben van két darab Amerigo Tóth szobor, kell. Igen. Mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy kell, mert nem is láttuk. Jó, menjünk ki megnézni. Kimentünk az igazgatóval megnézni, 97-ben azt hiszem. Ott volt az Amerigo Tóth műkőből öntött szobrokat, ez a negatív formába lépcsőződő ilyen stélé vagy totemszerűen álló dolog. Ott volt kettő darab, mondták, hogy ezt eladt, ez egy gyönyörű villa kertjében volt a Uszoda partján, vagy tehát a Uszómedence partján. És mondták, hogy ezt el lehet vinni. Hol van az autó? Vigyük el. Hát nem úgy, hogy elvészek, mit csináljunk vele egyáltalán, mi állami képviselők vagyunk, nem vigyük el. De vigyük el, mert 3 héten belül ezt itt lebontják. És akkor elkezdtünk levelezni kétségbe esetlen a Magyar Nemzeti Galériával, akik hát mondták, hogy hát sajnos nekik nem kell ez a dolog, mert most mit csináljunk? Hát mondtuk, tehát Amerigo Tóth is egyáltalán. Hát nem sikerült elhelyezni, képzeljétek, nem sikerült elhelyezni a dolgot. Pedig be akartuk vinni, el is tudtuk volna tenni a Római Magyar Akadémia pincéjébe, ahol tudod, mi volt? A Amerigo Tóth Kennedy, római Kennedy emlékművének nem a gipsze, hanem a negatívjai, ez a szilikon. Szilikon, fekete szilikon negatívok, amikről szerintem csak én tudtam, hogy mi az, mert a többiek így rugdosták, az egyik ilyen sárgóban, olyan furcsa alakú ilyen szivacsok voltak, úgy néz ki, mint a szivacs lenne szilikon negatív, aztán ezt így egy idő után, ezt is megpróbáltuk hazavitatni, ez úgy került oda, hogy a Római Magyar Akadémia volt az a hely, ami közel esett az ügyvédhez, ahhoz az olasz ügyvédhez, aki a hagyatékot intézte, és ez megmaradt, ő elhozta az ottani fonderiából, ugye a fonderia az öntödét jelent, igen. Olaszul, az ottani öntödéből, és elrakta a mi pincéjünkbe. Tehát volt köze ilyen módon a Római Magyar Akadémiának érintőlegesen is, de hát ez volt a fő esemény, hogy sikerült egy ilyen komoly emlékművet létrehozni. Hogy... Bár még ez a Csentocselle, ugye ez egy régészeti terület is, illetve egy park Róma egyik külvárosában, tehát Rómában minden sarkon, a külvárosban és a belvárosban is találunk olyan jelentős emléket, amik igen, itt is van fontosak. Egy ókori mauzóleum, de egyébként eleve szoborparknak szánták ezt a helyet, sportcentrum is működik benne, ez egy nagyon-nagyon szép hely, ahol ez található. Ez a vizet hordani a tengerbe, nem biztos, hogy jól gondolod, hogy ez tényleg vizet hordás a tengerbe. Akkor, amikor ugye ott újságoltuk egyébként ugye olasz is, meg magyar kollégáknak, hogy egyébként hozzuk ki a szobrot. Jó, és mikor viszitek vissza? Ezt kérdezték. Nem visszük vissza. Leállítjuk. Tényleg? Tehát, hogy örök helyet kaptatok Rómába? Nem, igen, örök helyet kaptunk Rómába. Tehát, hogy lehet, hogy csepp a tengerbe, vagy újabb vizet a tengerbe. Csepp megmondom tengerbe. Őszintén, egyébként volt azért annak, itt az utolsó képeken szerepel, volt annak egy ilyen elég durva lélektani hatása, amikor az ember a saját nevét és a kollégái nevét kőbevésve látja Rómában. Olyan befejezést feelingje van az embernek, hogy na most már tényleg abba is hagyhatja, és nem is kell csinálnia már semmit, mert így rendben van. De hát ettől függetlenül én örülök ennek a munkának. Egyébként rengetegen működtek közre ebben a Pécs városától kezdve. Az NK pályázat pénzei benne vannak, egyetemi pénzek, egyetemi segítségek benne vannak, de ehhez képest ez egy rendkívül alacsony költségvetésből megvalósult szobor, el sem mondom, hogy mennyi volt egyébként. Nem, mondjuk azt, hogy hallatlan magas költségvetéssel megvalósult. Nem, tehát hogy nagyon-nagyon sok munkával, de a lehető, hát nyilván az eszközeink nem voltak. És sok segítséggel megvalósult dolog.
Értem. Na most akkor már beszéltünk a Kovács Péter időszakában erről a fő eseményről, beszéltünk Molnár Antal időszakában, most az igazgatók szerint megyünk, mint a Rómában a pápák szerint van a történelem sorrendje, a Magyar Akadémián meg az igazgatók szerint van ugye a kronológia. Tehát a szerintem Puskás Istvánról kell beszélnünk, ugye? Tessék? Vagy bocsánat, igen? Most következik Puskás István korszaka, amely talán a kortárs képzőművészettel leginkább gazdag korszak lehet, ha lehet ilyet mondani, nem tudom, az eddigek is tényleg rendkívül sok eseményt foglaltak magukba. Zárójelben azért mondjuk el, hogy a Római Magyar Akadémián a képzőművészeti események mellett persze másféle események is zárnak, hiszen zene, igen, koncertek, irodalom, film, ott is zajlik. A képzőművészeti galéria az a földszinten egy kirakat is. Tehát bejöhetnek és megnézhetik. Ezért a római galéria járó szokások közé ez simán beiktatható, nem kell becsöngetni és várakozni, hanem be lehet menni, mint a többi galériát. Ez egy fontos apró, de fontos mozzanat. Na most a Puskás István, aki irodalmár, Pazolini fordítója, a Debreceni Egyetemen tanított, illetve tanít, jelenleg ugye alpolgármester, kultúrás alpolgármester Debrecenben, de nem utolsó sorban a Magyar Velencei Biennáli irodában dolgozott évekig egy, hát hogy mondjam, talán nem a rangjának megfelelő szerepben, de nagyon hatékonyan és nagyon, hát hogy mondjam ezt jól dicsérve, hát tényleg nagyon hatékonyan és nagy rálátással. Úgyhogy ő pontosan tudta, hogy mi zajlik az olasz és a magyar képzőművészeti életben is, és nem véletlenül lendült még jobban föl az ő ideje alatt a te közreműködéseddel ez az ottani élet. Ennek milyen mozzanatai voltak ennek az időszaknak? Hát rögtön az elején azt kell itt szerintem elmondani még, ami nagyon-nagyon fontos, hogy azt gondolom, hogy a Molnár Antallal való együttműködés során kialakult egy elég erős bázisa, és egy olyan fajta forgatókönyve is a kiállítások és egyéb események rendszerének, amire lehetett építeni. Tehát ez nagyon fontos volt. Összekapcsoltuk a koncerteket és a megnyitókat, így eleve a két érdeklődési terület az keveredni tudott, és nagyjából ebbe a már egyébként jól működő rendszerbe érkezik meg Puskás István, illetve még korábban pont itt a képen látszik Hervé Lóránt Ervin, aki és Fekete György ezen a képen, igen, ez rögtön egyébként a 16 szeptember, ha jól emlékszem, igen, 16 szeptembere az első olyan időszak, amikor Antal már nincs. Ervint bízták meg megbízott igazgatóként, és azonnal egy nagyon nagy szabású program indult egyébként. A Magyar Képzés Iparművészek Szövetségének volt egy Hiperrealis nevű festészeti kiállítása. A Magyar Ötvösöknek az emeleten egy nagyon-nagyon szép ötvös művészeti kiállítás. Teljesen véletlenül és semmi közöm nincs hozzá, de véletlenül nekem nyílt egy kiállításom szembe a Galéria Andréba, és a mellette lévő Galéria Akváriumban pedig egy olyan olasz hölgynek a munkáiból lehetett látni, akinek a munkája szerepelt az ötvösök között is. Tehát gyakorlatilag itt azonnal négy egymással átfedésben lévő kiállítás is nyílt ugyanakkor. Az utcán én konkrét ember folyam volt. Tehát az utca két oldala, két galéria, meg a Római Magyar Akadémia között. De visszatérve Puskás Istvánhoz, minden passzol, amit fölvezettél vele kapcsolatban, illetve még mielőtt Passzolai nagykövet urat szeretném megemlíteni, aki pont ezen a kiállítás megnyitón vázolta azt fel, hogy egy ilyen idézőjel hatalomátvétel, átadás történik, tehát ugye megváltozik az igazgatónak a szerepe, és fölhívta a figyelmet arra, hogy tessék továbbvinni az előző időszaknak az érdemeit, és én azt gondolom, hogy Puskás Istvánnak és
Hervé Lóránt Ervinnek, aki attaséként dolgozott ott a későbbiekben, sikerült tovább vinnie azt a bázist is, amit még Molnár Antal épített föl, és mindegyik megfejelte a maga területén elég jelentősen, és már talán egy picikét túlságosan is képzőművészeti dominanciává vált a dolog, a működés, de mondjuk ez persze nem baj. Az Ervi részéről egy inkább populáris szemléletű, nagy közönséget bevonó szelfizős installációk nagy méretben, nagy csinozatával. Az István részéről meg hát nyilvánvalóan egy nagyon nagy jelentős tapasztalattal, nagyon jó ízléssel, de szintén a 60-as, 70-es évek művészete felé való nyitás, amit ő mindenképpen megtett ebben a dologban, illetve ott is volt egy szubkulturális motívum, ami a grafitik világa Pazolini kapcsán, és szintén tehát megvannak az ő preferenciái, és egyszerűen kitágult ez a horizont, és ami viszont az István legfőbb érdeme, azt gondolom ebben, hogy ő óriási erővel kezdett szintén kifele dolgozni. Tehát, hogy rengeteg embert hozott be, itt épp az első Urszárt Fesztivál, amit ködösen találtak ki. Az első Urszárt Fesztiválán nézegetjük azokat a grafitiket, amiket ilyen, ugye nem, mivel nem egyedjük a falra festeni, de ilyen műgrafiti, tehát ilyen... Már a grafitit is hamisítják. Igen, azt is hamisítják. És itt, ha megállhatunk egy pillanatra, mert azért ez rögtön 2017. január, amikor az István igazgató lesz már hivatalból, és egy olyan kiállítás, ahol a három galéria működik közre, a korábban említett Galéria André, Galéria Muchacha, aki egy nagyon-nagyon híres galéria, Londonban, New Yorkban, Szingapurban van galériájuk, és a Római Magyar Akadémia, és a központi figura Adami, ott áll a sarokban, az a kis szemüveges sürge, aki gyakorlatilag egy világsztár, egy olasz művész, Fürjesi Csaba munkái voltak nagyon passzíthatóak az ő világához, illetve Ervin készített nagy installációkat szintén ki a kapuban. Ez az a kiállítás, ami este 6 órakor nyílt, az akadémia volt a központja, itt mutatták be a történeti anyagát, plusz ugye a magyar művészek munkáit, és én morogtam, hogy 6 órakor Rómában kiállítást megnyitót csinálni, hát ez semmi értelme nincs. Tehát az olaszok majd ilyen 7:30, 7:45, akkor majd így ráér. Bevallom, férfiasan, 3-4-6-kor még csak hajat mostam. És 5 perccel előtte értem le, a megnyitó előtt értem le, a hivatalos időpont előtt értem le a galériába, és lépni nem lehetett. Tehát, hogy annyira tele volt attól, hogy egy nagyon-nagyon komoly hírverése volt, egy nagyon nagy művészt láttunk. És az István is ezzel a kiállítással tudta elkezdeni egyébként így rögtön, már így hivatalból. Aztán jó néhány ilyet csináltunk Puskás Istvánnal még közösen az évek során. Azt tudod, hogy ő vele volt itt az előző, tudom. És beszélgetés, és hogy annak a videóját is megnézheti az, akit érdekel. Tehát végül is egy idő múlva ez már egy ilyen, ez a néhány beszélgetés novemberben Csorba Lászlóval, illetve decemberben a Gianluca Borghese-vel, hogyha sikerül, akkor egy ilyen olasz-magyar kulturális képzőművészeti kapcsolati történet lehet belőle, mert itt már annyi név elhangzik, és annyi illusztráció, az István sokat elmondott, te még többet, Csorba egy másik fajta tevékenységet fog elmondani, mert történészként kicsit másra koncentrált. A Gianluca Borghese-től meg meglátjuk, hogy a Magyarországi Olasz Intézet mit csinál. Tehát ez volt akkor a Puskásnak az indulása. Hát az Andrea, ami még egyébként nyilván korábban dőlt el ez a kiállítás, tehát ugye ezt te is pontosan tudod, hogy a leköszönő igazgatók mindig elkészítik előre a tervezetet, és mondjuk ez a kiállítás már nem, mert ez egy ilyen őszi gondolatszülemény volt, amit nagyon gyorsan sikerült egyébként megvalósítani. De visszatérve a Puskás István féle ilyen koncepcióhoz talán, vagy hogy erről egy picit még lehetne beszélni. Az István két dolgot is kitalált. Az első, hogy az Ervinnel közösen ez az Urszárt Fesztivál, ami 3 éven keresztül, amíg ő kint volt, minden alkalommal tavasszal történt. Ennek mindig két része volt. Volt egy képzőművészeti része, ami inkább így tényleg a graffiti irányában, de is illetve a performance-ok irányában
mozdult el, és az első volt kimondottan, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeres, mert a fesztivál ideje alatt csatlakozott három darab olasz művész is, akik performance-ot adtak elő a finisszázson. És hát komoly, jó munkák voltak egyébként mindegyik. Tehát ebben is egy nyitás van, ráadásul az István meg is keresett nagyon sok olyan alkotócsoportot Rómában, akiket időről időre bevont. A slam poetry a másik inkább irodalmi, zenei jellegű irányzat, ami hozzá közel áll, tehát így ezeket a rendezvényeket is, illetve menet közben aztán megalapította az úgynevezett Il Cubo, a kocka nevű, mondjuk, hogy zenei képzőművészeti esteket, amit a lépcsőházban tartottunk. A pont Bozsó János kiállítása kapcsán nagyon fontos megemlíteni a Városok Falvak programot, ami szintén ekkor indul el, Magyar Városok bemutatkozásai Rómába. Rögtön kiegészül egy ilyen gasztronómiai kalanddal is, tehát ezek mindig nagyon, az olaszok szeretnek eljönni, kapni valami kis finom falatot. No, tehát summa summarum, tehát az István is elkezdte mindenféle Magyarország irányába is építeni ezeket a szálakat. A Ludwig Múzeummal való együttműködést lehet itt azonnal megemlíteni. Igen, a Puskás a Ludwig Múzeumot is, de más magyarországi jelentős Szentendrei Múzeum, igen. A Szentendreit, ugye, igen. Illetve a Gulyás Gábort. A Modem, az ugye a Debrecen az eleve így kézenfekvő volt. Az Antalusztik gyűjtemény, az már korábbi. Tehát gyakorlatilag... A legvégén volt a Puskás működésének, a végén volt az Antalusztik gyűjteményből Moholy Nagy, átkeresztelt kiállítás, illetve a Római Modern Galériában, amit a Nagy T. Katalin rendezett. Tehát azért Pacolai Péter nagykövet szavai, amit itt is említesz, azért is én abban azt szeretnénk arra rámutatni, hogy most, amikor a külügyminisztériumhoz kerültek a külföldi magyar kultúrás intézetek, tehát a kultúrás diplomácia eszközeiként a külügyminisztérium, mint a magyar diplomácia főirányítója irányítja őket is, akkor fontos, hogy legyen egy ilyen nagykövet, illetve hogy legyenek olyan diplomaták, akik tudják, hogy ezt lehet kulturális diplomáciaként használni. Tehát a gazdaságdiplomácia, ami kétségtelenül fontos, és a mai magyar külpolitika az egyik fő iránya, emellett a kulturális diplomáciát ugyanúgy lehet használni. És a Pacolai Péter arra is rámutatott, hogy milyen fontos, hogy tovább vigyük, és ne újra kezdjük, és lenullázzuk magunkat. Minden Igen. egyes új igazgató, ahogyan sajnos Magyarországon számos intézményben megtörténik, egy újabb igazgató az előtt, de úgy tekinti, mint aki semmit se csinált, és most kezdődik a történet. A Pacolai ennél bölcsebben és értelmesebben nyilatkozott, és azt mondta, hogy igen, szükség folytatni az előzőt. Úgyhogy ez ma is fontos lehet, hiszen konkrétan Rómában, ahol ugye jelenleg diplomata irányítója az akadémiának, olyan igazgató helyettes lesz a Komlósi Gyöngyi személyében, aki már dolgozott ott, kulturális diplomataként, és pontosan tudja, hogy a magyar kultúrás életet hogyan lehet oda Olaszországba kivinni. Úgyhogy egy nagy diplomáciai tapasztalatú diplomatáról van szó, aki főkonzul volt. Tudományos titkár volt. Rómában először még tudományos titkár volt, igen, 98-tól. Tehát, hogy a külügyminisztériumi irányítás az nem jelenti a kulturális diplomáciának a megszűnését. Zárjában mondom, az európai országok nagy része úgy csinálja, hogy a külügyminisztériumuk irányítja a kulturális diplomáciájukat is. Tehát nem mond ellent annak, hogy egy gazdasággal vagy más területtel foglalkozó diplomata a kulturális életben is jártas legyen, ismerje a magyar kulturális életet és kivigye oda. Ezt én fontosan tartottam megjegyezni most a film kedvéért is, amit majd valamikor megnéz valaki. Negyet értek, amit most mondasz. A Római Magyar Akadémia helyzete egyébként ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon speciális.
Én nagyon örülök annak, hogy Komlósi Gyöngyi jelenleg ott van, és ő tényleg tudja, hogy ez a ház ez miről szól, és biztos vagyok benne, hogy vinni is fogja tudni ezt a dolgot. De pont attól, hogy a korábbi időszakban nem a nagykövetséghez tartozott, nem a nagykövetségnek valami alosztálya volt, vagy valami hasonló, hanem önálló intézet, sőt, gyakorlatilag a kormányokon és rendszereken átívelő önálló intézet volt egy Magyar Akadémia, ezért ennek a rangja és a neve Rómában egész más jelent, mint Magyarországon. Tehát aki ezt követte, hogy ott mi történik, az pontosan tudja, hogy nem. És volt azért egy, legyünk egy picit kritikusak is, volt azért egy olyan időszak, amikor a nagykövetség felé megindult ez a sodródás, és végül is ugye most össze is kapcsolták, hivatalosan legalábbis, ami ellenérzés váltott ki olasz kollégákból. Tehát pont azt szerették a Római Magyar Akadémiában, mint kulturális intézményben, hogy politikai értelemben független. A magyar kultúrát mutatja be, a magyar kollégákkal lehet találkozni, a magyar műveket lehet látni, megmarad a kultúra így tisztán, és a politikai ebben nem száll bele. Most nyilván, hogyha okosan csinálják, akkor ez így távol marad, ettől, és hát így szépen fog tudni tovább menni, de nagyon fontos záloga, azt gondolom, ez a gondolat a római működésnek, amennyiben ezt a fajta kulturális intenzitást, ezt szeretné valaki tartani, hogy itt együtt működjön a két kultúra. Igen, nos, hát így időnk vége felé járva, most egy utolsó lendülettel még mondjunk el olyasmit, ami még benned maradt, amit még fontosnak tartasz, amit szívesen kiemelnél, akár személyes mozzanatot, olyan emléket, ami megmaradt benned, akár érzelmileg, vagy bármilyen szempontból, amire úgy gondolsz vissza, hogy szívesen elmeséled, és szívesen beszélsz itt nekünk róla. Egy vagy két rövid anekdota erejéig, vagy amilyen formában te ezt gondolod? Húha, na erre nem készültem. Erre nem készültem, hogy így... Sokszor az ember közben gondolja, hogy ezt mi el kéne mondani, de nem adódikra valószínűleg... konkrét alkalom, mert most így próbáltuk vezetni a témák szerint a beszélgetést, de ettől függetlenül egy... Valószínűleg, ha vége lesz ennek a beszélgetésnek, hazafele számtalan ilyen dolog fog eszembe jutni, hogy mi mindent nem sikerült nekem elmondani. Én mindig attól félek, hogy ha valakit elfelejtek, inkább megemlíteni, akit úgy gondolom, hogy meg kell említeni, mert így fontos szerepe van. Én megemlítenék most néhány nevet az olasz ismerősök közül, akik azért elég aktívan bekapcsolódtak. Ugye beszéltünk a korábban Pasqualino Santoróról, Giovanni Martinelliről, aki egy szobrász, grafikus egyébként. Most, hogy néztem vissza a képeket, nagyon nagy szerepe volt Francesca Pietraccinak, ez a göndörhajú hölgy, aki több képen is előfordult. Rengeteg kiállításunkon működött közre egyébként, mint kurátor. Nagyon jó barátságba lettem vele. Gyakorlatilag ő visz körbe engem. Ő vezetett be az olasz művészeti életbe, de olyan szinten, hogy ugyan lehet, hogy gyerekként mehettem volna a Belle Arti-ra tanulni, hogyha bevállaltam volna ezt a papi hivatást, amit nem akartam. Aztán egy kiállítás megnyitón bemutatta nekem Francesca a Belle Arti rektorát, aki megkért, hogy ha megnézném a munkáit és a feleségem munkáit is, hogy mit gondolunk róla, vagy valami hasonló, nem jött össze egyébként ez a találkozás. Tehát őt mindenképpen ráadásul, aztán ugye az ő már viszont válaszként 7 olasz művészt hoztunk el Francescával közösen Budapestre, az Olasz-Magyar Kultúrintézet Párbeszédháza, aztán Olasz-Magyar Kultúrintézet kiállítása, illetve Bretus Imrét is láttuk, a Tad Galériának a vezetőjét, aki egy nagyon fantasztikus anyaggal volt kint, Kemény Judit életművét mutatta be. Ez a szocialista-kommunista időszakban egy tiltott művész volt, aki ugyanolyan kvalitással bírt, mint az olasz avantgárd egy jelentős része, és Molnár Antallal kötösen idejében rendezett kiállítás volt egyébként ez, amikor az olasz Nemzeti Galériából hoztunk el kortárs műveket az ő művei mellé.
Igen, kicsit így elkalandoztam ebben a dologban, így ebbe az irányba, de így az olasz kollégáknak a neveinél, meg a szerepénél. Illetve talán még azt mindenképpen el kell mondani, hogy mivel egyetemi oktató is vagyok, tehát ugye a művészeti teljesítést, vagy a művészeti kapcsolatok mellett egy egyetemi kapcsolatrendszer is kialakult, ott pedig Federica da Falco, az egy professzorasszony volt, aki nagyon lelkesen állt a Római Magyar Akadémia ügyeihez, úgyhogy több egyetemnek a hallgatóit is kivittük már Rómában. Nyilván alapvetően én szeretem kivinni a saját tanítványaimat, vagy a saját egyetememnek, de nem zárkoztam el soha attól, hogy másokkal is együttműködve. Tehát, hogy kialakult egy ilyenfajta workshop együttműködés, aminek egyébként szintén a Római Magyar Akadémia adott helyszínt a Molnár Antal ideje alatt is, Puskás István ideje alatt is, és ez egy ilyen, úgy gondolom, hogy ilyen szép, gyümölcsöző jellegű dolog. Nekem jelen pillanatban Róma elképesztő módon hiányzik, tehát januárban voltam egyébként ott utoljára, és én csak abban reménykedem, hogy ez a munka, ez velem vagy nélkülem, teljesen mindegy, de hogy hasonló színvonalon fog tudni menni, és sikerül megtartani azt, amit nagyon sok ember közösen rakott össze, és itt abszolút beleértem a kollégákat, akiket soha nem említünk meg, mint a Bújtás Zsuzsi a titkárságon, vagy Terdik Sebestyén, Moravcsik Andrea, akiknek a munkája mind benne van abban, hogy egyébként szép kiállításokról és nagy közönségekről és fényes sikerekről lehet beszélgetni. Így van, akkor kívánom, hogy inkább a te közreműködéseddel folytatódjon, és ne nélküled ez a kiállítási tevékenység, úgyhogy köszönöm a mai beszélgetést. Én is köszönöm szépen is a lehetőséget is.